Pálinkás, jó reggelt mindenkinek! Újabb turnén vagyunk, Gerő barátommal. Már itt vagyunk, 9 óra itt vagyunk Németországba. És elérkeztünk az első autónkhoz, ami egy Toyota IQ. Nagyon kevesen ismerik ezt a kis autót, de egy minimálisan hosszabb, mint a Smart, de minőségben fényévekre van tőle előre. Egy teljesen másik minőségű beltér, mint amit mondjuk a Smartnál, meg azon a mini autóknál megszoktunk, és egyébként meg mint autó is jó. Nagyon nagy hely, ebbe sincsen hátul. Körülbelül ennyi hely van a Smartban is, de ugye itt van egy ülés, és ezt föl lehet hajtani. Jó, mondjuk a hosszú távon nem töltenék el itt nagy időt. Van benne itt hátul egy fejlészsák, mivel hogy akkor ilyen picike a távolság a hátfaltól, tehát egy aktatáska pont befér. De tök rendben van az autó, két sárvédő le van rajta festve, de egyébként gyári fény, Toyotában végigvezetve a könyv. 7000-rel ezelőtt volt az utolsó szervíz, itt a lökherító sarkán van egy picike, meg itt a másik sarkán szintén egy ilyen pici kis horzsolás, de amúgy tök szép a kocsi, rendben van. Úgyhogy szerencsére az első autó már vihető is. Eljöttünk a következő címre, ez egy Mercedes autóház. Kétszer próbáltam őket fölhívni, a recepciós hölgyel mind a kétszer sikerült beszélni, de értékesítővel nem. De majd visszahívnak, azt többször mondták, aztán persze senki nem hívott vissza. De ez általában így szokott lenni, bejöttem akkor a recepciós, hogy termin van. Onnan lenne termin, nem tudtam veletek beszélni. Mindegy, csak kierőszakoskodtam a kulcsot, mert még ott ültettek volna, nem tudom meddig, hogy kávézzunk. Egy Hyundai i40-esért jöttünk ide. Körbenéztük az autót, gyári fény van rajta. Csiribiri zapszalma, szezonlámpa, hátul kamerázik, elő fütyül, csinál mindent, gyári fény van az autón körbe, a 4 vagy a 8 gumi, mert van benne egy szett is, külön egy téli szett, hát azok jelzésértékűek, mondjuk, hogy van rajta fekete gumi, de igazából semmi. Itt van egy minimális kis hiba, egy ilyen húzás, de ez poliról lejön, ez olyan. Úgyhogy belső normális, ki kell takarítani. Most már csak meg kell vívni az emberrel, hogy mennyit engednek a feléből. De igazából ezt visszük, mert tök szép az autó. Elérkeztünk a következő autóhoz. Egy kicsit nyögvenyelősen értünk ide, mert nem sikerült az embertel kapcsolatba lépni, és már itt a cél előtt közvetlenül hívott vissza. Egy Volvo V60-asról van szó. Itt van gyönyörű szürke színben, téli-nyári kerék garnitúra tartozik hozzá. Ezen az egy sárvédőn van egy réteg festék, egyébként teljesen gyári állapotban van az autó. Karcolás nincsen rajta, semmi, gyönyörű a belseje. Szezonlámpás, bőrbelsős, navigáció, meg amit akartok, minden. Végig Volvo-ban vezetett szervizkönyvvel. Nagyon szép kocsi. És jó kis öthengeres motor van benne, ez nagyon-nagyon finom motor. Meg is egyeztünk az emberrel, hogy elég komolyat sikerült belőle alkudni, úgyhogy rajtolunk a következő címre. Sajnos elég sok autót vagy eladtak, vagy külföldön vagy van az eladó, úgyhogy nem bírtam elérni, de hát majd remélem, ha eredményesebbek leszünk a következőkben. Eljöttünk a következő autónkhoz, egy Toyota Verzo. Nagyon szép az autó, gyönyörű, szép bordó metál. Gyári fény van rajta, nincs rajta semmilyen hiba. Most mondja itt az ember, hogy TÜV a műszaki új, szerviz új, gumik újak. Tök jól néz ki az autó. Rendesen nem nagyon lehet belekötni. Hopp, dicsak! Dicsak buksi! Ezt a nyest most tette meg!
frissen. Jaj, de finom a motortér burkolat. Ki nem hagynám. Lehet még a nyest is itt van. Na hát ilyen az, amikor frissen kajál a nyest. Kár érte. Mindegy, hát ettől még elviszik, mert állati szép a kocsi. Belem ilyen, nézd. Tiszta új. Ó, gyönyörű. Tiszta új. Ó. Állam gyönyörű. Vinoj. Gyere, ez tényleg újszerű. Azt a mindenit. Hú, nagyon szép a kocsi. Ez nagyon szép. De itt, ha megnézitek, a kárpit karcolás nincs a műanyagon. Sehol, amit nem is ültek volna hátul. Iszonyú jól néz ki. Elől is semmi újszerű. Nincsenek karcolások a műanyagokon. Kormány minden új. Egérmozi is van benne. 120 ezer kilométer. Hú, ezt visszük. Még így nyeszabálta állapotba is. Hát ezért kár. Mindegy, meg kidobjuk a kukába. Abban a kastélyban aludtunk. Tegnap éjjel ott volt az ifjúsági szárás. Magyarországon ez már valami haveré lenne. Vagy ha nem az övé lenne, akkor meg lenne, az övé lenne 99 évre. És van egy ilyen gyönyörű szép kis folyócska itt a városon keresztül. Elérkeztem a reggeli első autómhoz, egy Honda márka szervizben vagyunk, és ott van az autó, amivel jöttünk, egy Honda Jazz. Tolatóradar van rajta, elől hátul, alufelni, tempomat, négy villanyablak, tolatókamera, karcmentes az autó, ennek a szalonnak volt a bemutató autója, van benne 10-valahány ezer kilométer. Minden működik, hát nyilván mitől nem működne, egy Honda Jazzről beszélgetünk, karcmentes a kocséki, ezt visszük is. Találtunk itt a Honda-nál egy másik érdekességet is. Van nekik a szalomban kiállítva egy akkordjuk. Ez a 90-es évek elejéről való kocsi. Ez már a faceliftes lámpa volt. És 54 ezer kilométer van a kocsiba. Egy kis családi vállalkozás. Gyönyörű karcmentes állapotban van az akkord. Gyönyörű a belseje, ülések, minden. Ezt vinném a legjobban. Belenézzünk a motorterébe, mi van itt. Hát, ez új. Érdemes itt megnézni a kadmiumozott csöveket a szervószivattyúnál. Motortartó baknál is. Hát ez a kocsi, ez konkrétan új. Minden. Na ezt nagyon vinném. Venne be a garázsba. Gyári Honda aksival. Áramgyönyörű. Géptetőn is nem ettem meg a nyest. A burkolatot. Csoda a kocsi. Nagyon szép. Itt vagyok a következő címen. Egy Kia Ceed-ért jöttünk. Itt van, gyönyörű a színe. Egész jó állapotban van. Itt van a sárvédi íven egy nagyon enyhe horzsolás, de szerintem ez kijönne. Simán polírral, hogy néztem. Hát a gumik azok szalaszét vannak repedezve. Meg a profil is le van rajta futva, hátul van benne egy téli kerék garnitúra. Az még rosszabb állapotban van, tehát eleve 8 kerékkel vagy 8 gumival kell számolni, de
Alapeset az, hogy négy rendes gumi van az autón. Legalább négyjel kell most számolni egy téli garnitúrával. Lévén november. Egyébként az autón nem rossz, gyári fény is van rajta, de meg az ember elég komolyat is engedne a végén, már úgy érzem rajta, hogy szabad volna tőle, de nincs meg az a nagy érzés, hogy az úgy kéne. Nem tudom, valami nincs jó érzésem. Szervizkönyve sincsen vezetve, kormány is egy picit úgy jobban meg van kopva, de mondjuk az még simán lehet egy gyűrűs kéztől. Hát egyszerűen csak nincs meg az érzés. És ezt most itt hagyjuk. Eljöttem a következő címemre. Endbe a kereskedésben én már korábban vettem egy nagyon szép Honda Accordot. Most megnézzük, hogy mit adnak nekünk megint. Van egy Avensis. Itt a dolog, a helyzet különlegessége, hogy két darab autó van tök véletlenül a helyem. Hát, ha megnézitek, akkor ott van rozsda. Ez egy 2014-es Avensis, de ez valami kosz, ami megrozsdált, olyan, mint a flexeltek volna mellette, és a flexnek itt is van rozsda. A tető az végig, egy csomó helyen. Olyan, mintha a flexnek a szikrái, azok beleégtek volna a festőbe. Ott is rozsdás. Ez a lökherító. Itt végig meghúzza, itt egy picit meg van damborodva. Mosva az nem annyira volt. Tele van lefolyással az autó. A gumik azok szarok teljesen. Első gumik szintén lefutva. Nem annyira indul. Itt is meg van húzva. Ott meg van harpadva. Gumi van 2 mm minta, ezt úgy itt hagyjuk, mint a sic. Ez egy vödörszar. Ennyi pénz egy 2014-es autó így lelakva. Ez nem kell, az tuti. Na mindjárt megnézzük a Subarut, hogy ez milyen, bár rosszat sejtek. Ott is gyönyörű a lökhárító. Géptetőbe van horpadva. Ott látszik a fénytörésbe. A gumi az ilyen közepes. Itt van egy kalc az áoszlopon. Jó, ezek az öregebb autók. Itt van lehúzva. Ott be van törve. Lökhárítónak az éle végig van verve, de mondjuk ez műanyag, ott le lehet festeni. A tető az elég árulkodó. Mi volt áll ez itt? Vajon miért nem viszik el? Gázos, azt mondjuk én nem szeretem, van aki imádja. Bele az egész normális. Itt tető koszorúnál van rozsda. Ez úgy itt marad, mint a szél. Ezzel nem küzdünk. Hát az egésznek eléggé lejelt benyomása van. Egy olyan hirdetésben volt, bele volt írva a cím, de elmentünk a címre, és ott nem volt, csak egy lakóház. Ez az autó technisch gut. Aber sonst... Na mindegy, és utána mondták, hogy hát nem ott van a kocsi, hanem egy másik helyen. Miért nem teszi fel arra a címre, nem is értem. Van 100 autója, és nem a rendes cím van meg az a hirdetésben. Mindegy, ezt a forcit hagyjuk. Ugye, és amit elfelejtettem még az imént mondani, a dolognak az a szépsége, hogy a Toyota Avensisre oda volt írva a hirdetésben, hogy nagyon szép állapot. Hát ez nem az. Itt vagyok a következő címemnél, ami micsoda izgalom. Egy Honda Jazz. Viszont ezt most itt hagyjuk.
marha szép lenne az autó, csak sajnos nagyon nem tudom mennyire adja vissza a kamera, de elvert a jég az autónak a tetét, nem nagyon, csak egy picit, illetve ki van lukadva a szőnyeg is. Úgyhogy annyira viszont nem adják olcsón, sőt, annyira adják, mint amennyire a jót lehet megvenni, úgyhogy ez itt marad. Ha mögén néztek, akkor láthatjátok a következő célpontot. Gerő már benne van. Szép nagy szekrény. A lakó, Laci, biztosan Per Laci itt lenne, boldogan nézegetni, nyitogatná. Szép egy darab szekrény. Egész jó állapotban egyébként, 96-os jószág. Kettőtös turbodízel motorral. Itt van egy pici kis repedés a sarkán, de amúgy tök szép az autó. Ott van a nagy tető rajta, létra. Ön lehet mászni a tetejére. Beindult a jó kis Euro 2-es turbodízel. Hangja egyébként tök szép. Ez csonthideg, ez nem jár. Meglepően csöndesen kattog. Egyébként egész szép a jószág. Behatolunk. Mosogató, főzőlap. Teljesen kultúrát. Ott van egy ágyikó. Ebből lehet itt csinálni még egy ágyat. Mehetünk a Rally Legendre versenyt nézni. Mennyi a méter, Gerő? 141 ezer. Klíma van? Nincs. Klíma nincs. Na, amúgy tök szép az autó. Benézzünk a fürdőbe. Jó, az itt nagy tánc nincsen. Ez a lakóutazás nem arról szól. Add még ronda kopasz. De beszélünk az ügyfélről, aztán beszélgetünk itt az árakról is. Hát, ha engednek valamit. Harmadik nap reggel van, elég szarul állunk, nagyon sok a lukrafutás. A következő autó az egy kis Csikortnak az egyik kedvence, a 123-as Merci, abból is egy 230-as kupé. Nem gondoltam komolyan, de azért elkezdtük körbemérni az autót, hogy mégis milyen rajta a fényezés, és a csomagtér fedél kivételével gyári fény van rajta. Van hozzá egy szatyor papír. Csomagtartóban van itt egy láda. Ez a láda, ez tele van mindenféle ilyen Merci katalógussal, szeret magad könyvvel, szervizszámlákkal. Itt van egy kábel, ez nem tudom mi a túró, lehet jó előmelegítő. De egyébként teljesen jó az autó, rozsdamentes, kerékívek, ajtókaja, minden. Ami zavar az egészben az, hogy amikor ide értünk, már járt a motor. Azt mondta az ember, hogy gyenge az akkumulátor azért, ami tényleg igaz, mert tényleg szar az aksi, de hát ilyen autót az ember hidegen akar indítani, de gyönyörű szép, rozsdamentes, gyári a dablemez. Minden, jól néz ki az autó. Egy minimális kopás van az első ülésen. Itt a beülő részen. De egyébként szép az egész bele. Jól néz ki a kocsi teljesen. Ajtókaja teljesen rozsdamentes. Szép az autó, de van még azért egy-két ilyen az útvonalon, úgyhogy azokat még meg fogjuk nézni, aztán majd eldöntjük, hogy melyik legyen a kettő közül, vagy a három közül. Eljöttünk a következő címre, egy Toyota Avensis-ér. Ez egy 2013-as autó. Géptető, sárvédő, meg itt a balajtó van fújva. Sajnos el van törve a füle a lámpának.
valami pici kis koccanás lehetett rajta, egyébként gyönyörűen jár a motor, meg úgy nincs is semmi baj vele. A bőrüléses, egy utólagos ülésfűtés volt beleszerelve, vagy van beleszerelve, itt el van törve a középkonzol, kitakarítva semmi. Ilyen egészségesen mocskos az autó. Itt le van verve picit a lökhárító, itt a bal első lökhárítón van még egy pici hiba. Van hozzá szervizkémp, az ember mutogatta. Van hozzá szervizkémp, csak azt néztem, hogy mindjárt mutatom nektek. Ja, nem itt van, itt van. Itt van. Ugyanazzal a tollal, ugyanazzal az írással van kitöltve az egész. Végig. Ez a legutolsó nem. Na most én értem, hogy ugyanaz az ember dolgozik ugyanabban a márka szervizben, és ugyanő írja, az oké. Okay. De az, hogy 6 éven keresztül ugyanazzal a golyós tollal ír, azért az nehezen elképzelhető, meg a tinta egy picit sincsen megöregedve. Tehát olyan, mintha az egész ugyanakkor lett volna végigírva. Azért szokott látszani a tintán, hogy öregszik. 6 éves tinta az nem ugyanolyan, mint az 1 éves tinta. Úgyhogy ezt most itt hagyjuk. Eljöttünk a következő kocsihoz. Egy kedvencem ez az autó. Ez egy E46 330i kupé. Privát emberét. Csendes kis utcában vagyunk. Mindjárt láttok egy kerékpárost. Tök jó az autó, ugye ez a típus itt szokott rohadni elsősorban a hátsó kerékívnél, de itt már az előző gazda megcsinált azt, hogy kitakarították, fölperemezték, és nagyon vastagon ki van tömítőanyaggal kembe, hogy ne tudjon bemenni ide a víz, és ne tudjon lerohadni az ajtó. Semmi baja. Az egész autó nagyon-nagyon szép. Az előző gazda, ami lecserélt a géptetőt, vagy a csomagtér fedelet, mert volt rajta egy ilyen nagyon nagy szárny, és hát a lakk az visszaszívódott, itt látszik egy kicsi vibrálása a fényben, nem tudom mennyire adja vissza itt a kép, de visszaszívódott a festék a szórógitbe, egyébként az autó az nem volt fényezve. Múlt héten műszakizott, szép luggatott féktárcsák vannak rajta elől-hátul, motortér is gyönyörű, nem volt összetörve az autó, végre nem linkre jöttünk. Veszünk egy szép autót, ami hibája van, mely egy faceliftes kupé, újak a gumik rajta, múlt héten vizsgázott 7-én, ami hibája van, az az ülés, hogy itt ki van szakad az ülés, illetve itt ki van a szivacs ülve, és itt már ez a fém drót, ami az oldalperemet tartja, úgyhogy ezt meg kell csinálni, és egyébként meg ki kell takarítani a kocsit, mert elég koszos, de amúgy jó. Kérdeztem a srácot, hogy van-e hozzá téli kerék, Ganita mondta, hogy hát se ő, se az előző gazdája nem használták az autót télen, úgyhogy nincsen. E46-os BMW-t egyébként meg sem szoktam nézni, mert mindnek le van rohadva a hátsó sárvédője, meg az első. A kupék, amik inkább ilyen hobbi autóként funkcionálnak, azok, amik jobb állapotban vannak. És ezt itt el is visszük, mert ez nagyon szép. Megérkeztem a következő címemre, ahol egy Honda Civic Type-est akarunk megnézni. Hát annyi nehezítés volt a dologban, hogy körülbelül 10-szer hívtam fel az embert, csak vonalas szám van, mobil szám nincs megadva, és nem vette fel a számot senki. Aztán végre 11-re felvette, mondtam, hogy mi van, megvan a kocsi, idejöttünk, és most meg ilyen madárra még nem találkoztam, ott van a kis konténer irodája, tök helyes kis konténer, be van zárkózva az ember, kulcssal be van zárva az ajtó, ott ül bent a madár, és egy ilyen 10 percet álltam az ajtó előtt, kiintett, hogy majd mindjárt jövök, rá van gyógyulva a fejére a telefon, telefonál, többször összenéztünk, hogy hát gyere már, mutattam, hogy adj egy kulcsot, aztán haladjak. Nem. 10 percet telefonált, most megkaptuk a kulcsot, egyébként az autó tök rendben van.
Nagyon szép, a bal első sárvédő van rajta lefestve, meg a jobb hátsó sárvédőnek itt ez az oszlop része, de amúgy igazából semmi. Nem karcos, nem horpadt. Jó kis 1.8-as tájpes. Örök, mint a nyomorúság, sosem egy tönkre. Remélem meg is tudunk egyezni árba. Gumik jók, fékek jók. Ezen látszik, ez most volt cserélve. Könyve? Vezetve van? Szuper! Ja, és nincs benne 100.000 kilométer. Szerintem ezt most visszük, mert ráadásul egész jó áron is adja az autót. Ha nem enged semmit, ezt akkor is elvisszük. Megvettük végül a Type-S Civic-et. Én még egy ilyen barátságtalan fütyivel az életemben nem találkoztam. Egy mosoly nem hagyná a száját. Igazából ez a megvetés sugárzik az arcáról. Igazi barátságtalan pöcs. Nem is értem, hogy ilyen megy. A sors egy olyan helyre hozott, ahol én már vettem korábban autót. Most egy Mazda 6-ért jöttünk. Itt van. Ilyen tök kultúrált csarnokban van. Hát itt tükröm van egy picit leverve a festék, de hát használt autó, 10 éves. Itt van összekarcolva a kárpit, még itt fölötte. Amúgy szép az egész autó, gyári fény van rajta. Itt van picit meggyűrödve lökhárító, vannak ilyen kis parkolási sérülések rajta. Itt szintén. Szép az oldal, meg szép az egész kocsi. Itt van még egy pici horpadás. Illetve a vezetőülés nem annyira szép. Ott még kipufogó még van egy kis madártól. A vezetőülés, ami nem annyira szép, az egy picit meg van kopva, ami nagy darab emberé lehetett. Szervizkönyve sincsen mondjuk. Az autó összetársában egyébként jó. Látta az ember rajta, én bizonytalan vagyok, gyorsan mondta, hogy van még hozzá egy garnitúra alufelni téli gumival. Van még nem messze innen egy másik ugyanilyen Mazdánk, vagy címünk, úgyhogy azt meg fogjuk nézni, aztán majd eldöntjük, hogy melyik legyen, mert annyira ez nem fogott meg, ha bár tényleg szép az autó. Közben sajnos besötétedett lett, és az utolsó, a mai utolsó autónkat már csak ilyen sötétben tudjuk megnézni, de szerencsére nagy kihívás nincs benne, mert egy Honda Jazzről van szó. Lámpával körbenéztük, makulátlan kívül belül. Van benne 50.000 kilométer, egy Honda márka szerviz árulja. Sok rizikó nincsen benne. Ezt visszük. Most igazából a nehézség az az, hogy sajnos az értékesítőnél, az egy darab értékesítőnél ügyfél van. És hát a németeknél az ilyen autószalonokban az ügyfél kezelés az nagyon aprólékos és akkurátus. És nem ritkán eltart egy óráig, úgyhogy remélem, hogy már egy ideje küzdenek és nincsen sok hátra nekik és meg tudunk egyezni. A negyedik napon vagyunk, eljöttünk a következő autóhoz, ami szintén egy Mazda 6. Itt van, itt meg van húzva a lökhárító. De biztonsági övvel egy kicsit szét lett csapva a B-oszlop. Az ülése az rosszabb, mint a másiké volt, meg ugye az egész autó általánosan sokkal mocskosabb. A gumik azok le vannak futva. Itt a lökhárítón, ezen is van egy ilyen kis parkolási sérülés. Itt van a sárvédő, egy karc. Itt van egy kicsit leverve a festék. Első gumik is elég szarok. Hát igazából nem győzött meg. A géptető itt van egy karc, ami vasig tart.
szervizkönyvesnek van meghirdetve az autó, végvezetett szervizkönyvesnek. Aztán még az, ugye a Mazdának digitális szervizkönyv van, egy darab ilyen kinyomtatott digitális szerviz bejegyzése van, ami 3 kilométerrel, tehát vadonatúj korában keletkezett. Többről nem láttunk még semmilyen papírt. És úgy általánosságban elmondhat, hogy ez csúnyább, mint a másik. Kicsivel olcsóbb is, de ez itt marad most megint. Megyünk tovább a következő címre. A Mazda után megnéztünk még a Gerő barátnőjének egy Alfa Mito-t, de azt ott hagytuk, mert túl sok apróság volt rajta. Eljöttünk a következő autóhoz, ami egy 123-as Mercedes ismét. Valami egészen elképesztő állapotban van az autó. Gyönyörű a belső fényezés, nincs a magtartónak. Itt van ez a műanyag. Semmi karc nincs rajta. A pótkeréknek a gyári takarója, az is karcmentes, ez a faros lemez. Gyári gumi a 80-as évekből. Rajta a festék a futófelületen, ez sem volt még föltéve az életbe. Az ember nagyon csúnyán beütötte a fejét, 123-as Mercedes buzi. 30 darab volt neki életébe. Ez az elem van lefényezve itt a díszcsík alatt, a másik oldalon meg a díszcsík fölött van így körülbelül idáig elfújva. De egyébként tök gyári, ott van rajta az a gyári rücsi. Gyönyörű az autó, feszesek az ülései, olyan jó kis húzása van, nincs a két oldal megragyva. Itt a taposók érdemes megnézni, de mint egy új. Ott van kadmium sárga a csavar, ami rögzíti ezt a lépbeömlőt. Parádi az egész autó, nem extrás. Egy automata váltó, meg gondolom szervó van benne, aztán nagyjából ennyi. De gyönyörű szép a tetőkárt, itt mindene. Olyan, mint az új. Itt a tetőn van egy picike hiba. Ott van egy festéklepattogzás. Itt van a gyári zsír rajta a doblemezeken. Kadmium sárgák, a fém alkatrészek. Árban nem annyira rugalmas az ember, pedig küzdünk itt, mint disznó a jégen. De úgy néz ki, hogy sikerül a megegyezés hamarosan. Most tankolta tele 100 euróért 70 liter benzint. A vezetőülés gyönyörű, olyan tartás van a rugónak, meg itt is, kicsit sincsen megragyva. Kurulunk egy karikát vele, és szerintem ezt vinni fogjuk. Az meg ott a 70 ezer kilométeres óra. Kormány is gyönyörű szép. Műszerfal is. Nincs megrepedező, tényleg egy időutazás ez a kocsi. Közép konzol is gyönyörű. Hát, nekem most egy picit feláll. Na, beszélek még a mókussal, de szerintem ezt isszük. Végre nem egy lukrafutás, mert eléggé szarul állunk itt a megvásárolt autók számával kapcsolatban. Gumik is újak. Nagyon tetszik. Gurulunk egy karikát, aztán meglátjuk. Lassan kezd besötétedni, 4:45 van, itt is kezd szürkölni, mint otthon. De egy picit itt arrébb vagyunk. A Gerő talált magának, illetve a tesójának egy Toyota Avensis, most azt nézzük meg. Egy egészen más minőségű autó ez, mint az, amit legutóbb láttunk. Gyári a fény, az ajtón van itt egy pici nyomás. Normális az autó, teljesen gyári fényezés van rajta körbe mindenhol. Ki van takarítva. Elég kultúrált is az egész autó. Nem ilyen utángyártott. Meg utolagos ülésfűtés, hanem gyári. De nagyon kultúrált az egész belső. 150 ezer kilométer van benne.
végüzetett könyvvel. A bal hátsó ajtón van az a pici hiba, meg itt a lökhárítót valamikor leparkolták, de egyébként tök kultúrált az egész autó. Vezetett szervizként van 150 ezer kilométerrel. Szerintem ezt itt visszük. És az ár is nagyon jó. Az Avensis után már nem sikerült venni semmit. Volt még egy címünk, egy Ford S-Maxot kellett volna megnézni, de a kereskedő sajnos már nem volt a telephelyen, és már csak hétfőn tudtuk volna megnézni, úgyhogy ez most kimaradt. Közben megérkeztem Passauba a kedvenc dönerösemhez. Ő az, a Truva döneres standhoz. Egy kicsit elkottáztam magam pénzzel, maradt nálam 30 euró, azt majd hazafele elköltjük kokóra meg kurvákra. De hát valószínűleg nagyon szilej kurvákat nem kapunk érte. Sok volt a lukrafutás, nagyon sok, tehát nem szokott ennyi lenni. De hát most így jártunk, ennyi autót sikerült venni, majd a következő úton remélem nagyobb szerencsénk lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, köszönöm szépen, hogy feliratkoztok. Találkozunk a következő túrán. Sziasztok!